Különleges programmal készültek a történelem iránt érdeklődőknek, ugyanis bemutatták Ribi András székesfehérvári történész az Országos hatáskörű hiteles helyi tevékenység a középkorban című könyvét a Városi Levéltár és Kutatóintézetben. A kötet részleteit Tringli István ismertette, amely a szerző az Eötvös Loránd Tudományegyetemen készült doktori disszertációjának egy továbbfejlesztett változata. Ribi András elmondta, a mű egy 10 éven át tartó kutatómunka eredménye. Egy olyan jogtörténeti, illetve intézményi történeti fogalmat jártam benne körül, az országos hatáskörű hiteles helyeket, amelyeket nagyon régóta ismer a magyar történeti kutatás, ugyanakkor rengeteg alapvető kérdésre ezzel a fogalommal, illetve magának ennek a kiváltságnak a működésével kapcsolatban nem tudtunk. Ennek egyébként alapvetően az az oka, hogy a forrásokhoz való hozzáférhetőség az rengeteget javult az elmúlt néhány évtizedben az országos levéltár jóvoltából. A történész hozzátette, a kötet alapvetően egy szakkönyv, ugyanakkor úgy próbálta megírni, hogy egy emészthető olvasmányos mű szülessen. Nagyon sok grafikon, diagram, 14 jó minőségű térképvázlat található a kötetben, amik azt hiszem, hogy a megértést, illetve a befogadhatóságot mindenképpen javítják. És ugye alapvetően 3 országos hatáskörű hiteles hely működött a középkorban, ebből 2 Székesfehérváron. A szerző kiemelte, akik Székesfehérvár történelme iránt érdeklődnek, és bővebben szeretnék belásni magukat a múlt történéseibe, azok biztosan nem fognak csalódni a könyvben.